A Kossuth és Jászai Mari díjas színész legenda Koncz Gábor sem tudta szó nélkül hagyni az elmúlt időszakban egyre gyakoribb kegyetlen állatkínzásokat. A színművész szerint az állatok új színeket hoznak az emberek életébe, és értetlenül áll az olyan állattartókhoz, akik bántalmazzák kedvenceiket. Most Csehi András riportját láthatják, amit Koncz Gábor otthonában forgatott. Jó reggelt kívánok, itt vagyunk Koncz Gábor Gödi házánál. Azért látogattuk meg a színművészt, mert hogy elég kemény szavakat használt az állatkínzókkal szemben, és hát kíváncsiak voltunk a véleményére. Jöjjenek, tartsanak velem. Na gyertek, gyertek! Jó reggelt kívánok! Szervusztok, kutyától ne féljetek, mert még csak 5 hónapos mind a kettő. Gyertek! Gyertek, kis kutyáim! Gyertek! Jó reggelt kívánok! Szervusz! Keresd! Eldugtam egy vaddisznó combot. Keresd! 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 Jó, tehát ez segítőtárs. Ez fölül mellém a lesre, és ülünk ketten így, nem beszélgetünk nagyon halkan, egyszer csak elkezd így reszketni. És akkor már én készítem a puskát, tudom, hogy jön, én még semmit nem látok, nem hallok, jönnek a vadak. Ő megérzi, elhangzik, vagy meg eldördült a lövés, az 4 méteres lesről így leugrik, és rohan és megtalálja. Hihetetlen. Ez benne a szép. Én említettem, vagy említetted, hogy csodálatos halaid vannak, sőt, ez egy aranyos történet, hogy a Revicki Gabi ide szívesen kijönne horgászni, mert itt nagyon egyszerű lenne, mert hogy akkora halak vannak ebben a tóban, ilyen ázsiai pontyok, vagy milyen állatok? Japán pontyok, Japán igen. Pontyok? Lévai Feritől kaptam ezeknek. Nézd meg, most is ott van. Igen. Látom, hogy óriásiak. Látjátok? Egyébként ezek a halak ehetők? Hogyne. De ez 3-szor olyan drága, mint a rendes ponty. De a húsa is nagyon... Nézd meg itt. Ott vannak, mindegy. De akkor akár csak mondjuk a bárányt, vagy a házi nyulat, vagy a házi halaidat se ennéd meg. Isten őrész, hát azért mondtam Revicskinek, hogy nem tudom, túl vannak már szaporodva, de nem tudom megenni, mert ismerem őket. És erre mondta, hogy hát minket a trokánnal nem ismer majd. Mondom. Keresd! Keresd! Hozzad! Hozzad! Hozd ide a... Hozd ide, édesem! Gábor, azért találkoztunk ma, mert egyszerűen nem tudtad szó nélkül megállni, hogy az állatkínzókkal szemben kifejtsd a véleményedet, ami nem túl. Hogy azt mondom, hogy nyomda festéket nem tűr, de igazából muszáj elmondani. Muszáj elmondani, persze. Hát kérlek szépen, aki nem szereti az állatot, azt én se szeretem. De aki kínozza az állatokat, bármilyen állat legyen az, annak nyugodtan kiosztanám az arzénes poharat, vagy az oroszlánnak adnám, úgyis éheznek mostanában az állatkertbe. Úgyhogy meg nem is értem ezeket az embereket. Hol nőttek ezek föl? Mert aki vidéken nőtt föl, akinek volt annyi állata, mint nekünk, ugye, lovaktól, nem tudom, anyám még 2 kecskét is vett azért, hogy hiába volt 4 tehenünk, azért, hogy... Abban több táperő volt, hogy én minél erősebb, jobb kondiba legyek. Szóval nálunk nem is hallottam ilyet falun, hogy valaki ne szeresse az állatokat. Mit értettél az alatt, vagy mit értesz az alatt, hogy a ló is és a kutya is ilyen egygazdás állat? Tudja, hogy kihez tartozik. Tudja, hogy kire számíthat. És te is számít. Az én életemet... Nem egyszer megmentették a lovak, mert minden filmet a saját lovaimon csináltam. Nekem jogom van, mert én, mi kulákok voltunk, és mindig tartottunk lovat. Minden csikót én vettem ki az anyjából. Szóltam a kislányomnak, odajött a színházhoz, kijött, ő hozta a kis betadinját. Ő vágta el a köldögzsinort. És ott állt az utolsó előtti lovam, emlékszem, a flancos, úgy hívta, gyönyörű szép kanca volt. Ott mondom, nézd kislányom, milyen gyönyörű hosszú lába van, mint Sharon Stone-nak. Azt mondja, apa, legyen a ló neve Sharon. Sharon lett. Említetted, hogy többször megmentették az életedet, gondolom, ezt úgy kell érteni, hogy mivel a te nevelésed volt a ló, ezért igazából rád hallgatott. Átmentek tűzön, vizen, a pisztoly így szólt a fülük mellett, nem ártak 2 lábon, mert megszoktattam őket mindenre. Mindenre betanítottam, ugye?
a Dunát úgy úsztuk át a kislányommal, hogy gyönyörű volt. Szóval egy nagyon szép életem volt különben, azért, mert közel álltam még az állatokhoz is, meg az emberekhez is. Közel álltam az élethez. Ha nem ilyen drasztikus módszert választunk arra, hogy megbüntessük ezeket az állatkínzókat, szerinted van rá esély vagy lehetőség, hogy átneveljék ezeket az embereket, akik ilyen borzalmas dolgokat végeznek el? Nem tudom. Állandóan forszírod az ezeket. Az elmondtam az állatkínzásról a véleményemet. Meg kell őket lesni, le kell fényképezni, le kell őket filmezni, hogy ezt csináltad, a lovaidat, nem tudom mióta éhe. Hát ezeket az embereket az én olvasatomban nem szabad megtűrni magunk között. Többet nem tudok róluk mondani, mert azt hiszem ez elég.